Tolna vármegye déli részén, a Bátalpátiban lévő tűzkőbirtok festői szépségű szőlőterületein fog dolgozni a cég legújabb ültetvényes kis traktora, melyet ünnepélyesen adtak át a Dorker Kft. Képviselői. Nagy öröm ez a mai nap számunkra. A mai napon átvettük a 6. Deutz traktorunkat a Dorker Kft-től. Ez azért is öröm a számunkra, mert a nagy szőlőterület, amin gazdálkodunk, megkívánja a precíz, nagyon jó gépeket. A tűzkőbirtok 180 hektáron gazdálkodik szőlőterületen, ezen kívül egyéb területeink is vannak. A fő profilunk a szőlő és az ebből készült bor. Éves szinten nagyjából 2 millió liter bort készítünk. A jó minőségű borhoz jó minőségű szőlő kell, ahhoz viszont precíz gépek kellenek. Ezt megtaláltuk a Deutz traktorokban. Nagyon praktikus kis gépekről van szó, ugye a szőlő sortáv miatt nekünk inkább a kisebb méretű traktorokra van szükségünk. 100 lóerős traktorokat szoktunk használni, megfelelően működnek a szőlőben, különböző eszközöket tudunk rájuk aggatni, illetve rá csatlakoztatni. Nagyon fontos ez számunkra, a kis fordulókör, a megbízhatóan működő gép, illetve a jó szervizhálózat. Bemutatom önöknek a Deutz Fahr 5105 DF típusú traktorát. Traktor számos technikai újítással rendelkezik. Első lépésben nézzük meg a motort, ami egy Farm Motion motor, ez a Deutz Fahr saját fejlesztésű motorja, kifejezetten mezőgazdasági célokra fejlesztve. Alacsony motorfordulatszágom, nagy nyomatékot és maximális teljesítményt tudnak leadni, ezzel dinamikussá válik a munka végzés a traktorban. A váltó tekintetében PowerShift váltóval vannak szerelve, ez mellett TTV váltós, automata fokozatmentes váltós kivitelben is rendelhető. A PowerShift váltós egyedülálló módon ez is 45 előre sebességfokozattal, illetve 45 hátra sebességfokozattal rendelkezik. Ez tartalmazza a mászófokozatot. Elektrohidraulikus irányváltóval vannak a traktorok ellátva, ami kuplung nélküli irányváltást tesz lehetővé. Továbbá kényelmi funkció a Power Clutch gomb, ami a váltókaron van elhelyezve. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a kuplung pedál használata nélkül a gomb megnyomásával tudjuk kiválasztani a megfelelő sebességfokozatot. Traktor hidraulika rendszerét egy 64 literes hidraulika szivattyú látja el. Három pár hátsó kihelyezett csatlakozó található hátul, illetve kettő pár oldalt. Három pont függesztő rendszerrel rendelkezik, tehát kívülről tudjuk vezérelni a három pontot, emelni, illetve süllyeszteni, illetve a TLT-t elektrohidraulikusan indítható. TLT fokozat az a 540, 540 ECO és az 1000-es fokozatot tudja a traktor. A kabin egy hidroszilentbokkos rugózó rendszerre van felépítve, és egy 4-es kategóriás szűrőrendszer van beépítve, ami biztosítja azt, hogy a munkavégzés során például permetezésnél egyéb védőeszköz nem szükséges a traktorba. Az első Deutz traktorunkat 2016-ban vásároltuk. Úgy szoktuk az eszközöket és gépeket vásárolni, hogy a gyakorlat mutatja meg azt, hogy megfelelően működnek-e, illetve megfelelő a megbízhatóságuk. Mivel ez így van a Deutz traktor esetében, ezért döntöttünk úgy, hogy az első után a második, harmadik, negyedik, ötödik és ma pedig a hatodik traktort kaptuk meg. Ezt a Deutz Fahr ültetvényes traktort mindenkinek ajánlom, aki egy gazdaságos, hatékony és megbízható traktort szeretne vásárolni.